Sziasztok! Sajnos elloptak ismét megint egy nagyobb DJI szállítmányt. Ilyen nem is volt, talán utoljára a DJI Spark környékén volt ilyen, hogy uh, elloptak volna egy nagyobb DJI szállítmányt. Most viszont egy Mini 2 szállítmányt loptak el, ami alapjában véve nem is olyan probléma, viszont sajnos jutott belőle Magyarországra is, mert hogy ezt a szállítmányt valahogy, ha hát nem is az egész, de legalább egy jó nagy részét egy bécsi zálogház beszámította. És valahogy egy magyar ember oda ment, meglátta ezt a jó kis bizniszt, hogy olcsón adják, fóliás, hát mi baja lehet. Úgyhogy ő bevásárolt belőle, jó, szerintem jó nagy mennyiséget, mert egyre több ilyen esetek hallok, és Hát ő ezt megvette. Valószínűleg, amikor ugye az elsőt eladta, és közölte vele a vevő, hogy hát ezt nem lehet aktiválni, akkor jöttek rá, hogy itt mi is történt, hogy ezt ugye valójában ellopták. Úgyhogy végülis van benne annyi, hogy is mondjam, becsületesség, hogy ő odaírja a hirdetéseibe, hogy ezt a drónt nem lehet aktiválni, és hogy alkatrésznek jó. Nagyjából ilyen 65 és 70 ezer forint környékén árulja ezt a drón szettet. Ez egy alapszett, tehát ugye egy gép, egy távirányító és egy akkumulátor. Ami végül is majdnem félig meddig igaz, hogy ez alkatrésznek jó, de, 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 mégsem. Mert hogy ő úgyis azt is mondja, hogy cseréljetek benne egy alaplapot, és utána jó lesz. Ez félig meddig igaz is, mert hogy a DJI termékeket ugye aktiválni kell, és itt ugye a kamerát és az alaplapot is aktiválni kell, és ezek össze vannak gyárilag párosítva. Tehát ugye egy kamera cserélnél, hogyha nektek sérül a kamerátok, az csak egy hivatalos gyári szerviz tudja most már kicserélni, mert fel kell rá tölteni egy kis fájlt, amivel úgymond aktiváljátok a kamerát, és utána fog tökéletesen működni. Ezt otthon már nem fogjátok tudni megcsinálni, valószínűleg ugye ez is volt a gyártónak a célja, hogy minél kevesebb ilyen home service legyen, ami nem is egy olyan nagy probléma. Szóval, hogyha cseréltek benne egy alaplapot, akkor ugye az új alaplapot be tudjátok aktiválni, a drón képes lesz lebegni. Ám ugye a kamerát nem fogjátok tudni hozzá párosítani. Élőképet ugyan adni fog, de csak így figyelni fog, sajnos pont tudok egy ilyen esetről is, aki uh, megvette, alaplapot cseréltetett benne a drón tudta aktiválni, fölszáll, repül, mindent tökéletesen csinál, ám a kamera nem stabilizál, csak élőképet ad, és így lefelé bólogat, és hát gyakorlatilag ugye nem mész vele semmire. A másik még ugye, amit ő ír, hogy alkatrésznek jó lehet. Ez végül is félig meddig igaz, viszont hogy említettem ugye a kamerát és a fő alaplapot aktiválni kell benne, tehát azokat nem lehet használni. Márpedig ugye tudjuk, hogy a drónoknak a, legnagyobb esetben, ami sérül, az vagy a kamera, vagy valamelyik kar. A kamerát ugye nem tudjátok most már használni, mert nem lehet aktiválni. A főpanelt nem tudjátok használni szintén, mert nem lehet aktiválni. Tehát amit föl lehet belőle használni, az a négy darab és az ESC board. Az ESC board az nagyjából 10-12 ezer forint környékén van. A karoknak a darabja például itthon a My Action 6 ezer forint, ami maga a kar, benne az antenna, a, illetve rajta a motor is. Tehát 6 ezer forint, 4 az úgy 24 ezer forint, plusz a kis ESC board 34-36 ezer forint. Amit még úgy el tudtok adni, az mondjuk ugye maga az akkumulátor, azt mondjuk, ha ilyen 15 ezer forint környékén aladjátok, akkor is még én 50 ezer, forint környékén jártok, mert a távirányítót viszonylag nehéz lesz eladni, mert általában ugye az, az nem megy tönkre az embereknek, ugye mindenki a drónt törő össze. Tehát nagyjából 65-75 ezer forintért lehet megvenni, és ha kiárultok belőle mindent, akkor is ilyen 50 ezer forint, forint környékén jártak, úgyhogy abszolút nem éri meg megvenni ezt a kis drón szerkezetet, amiről föl lehet ismerni, hogy a sorozatszám végén az van, hogy GL. Általában ugye Magyarországra ugye olyan kerül, amire az van, hogy EU, itt az van, hogy GL, vagyis, vagy globál verzió, és ezeket nem is lehet aktiválni. Sajnos, ugye ezzel semmilyen megoldást nem létezik, mert hogyha például beviszitek ugye egy hivatalos szervizbe, mondjátok, hogy nem lehet aktiválni, a sorozat szám alapján ugye a gyártó azt fogja mondani, hogy ez egy lopott eszköz. Ha már kicseréltetek benne egy alaplapot, és úgy viszitek be egy szervizbe, és azt mondjátok, hogy a kamera nem működik, ők ugye nem tudják aktiválni azt a kamerát, mert lopott. Egy saját kamerát fel tudnak tenni, és akkor ugye rá tudják tölteni a gyártó hivatalos szoftverén keresztül a megfelelő fajt, viszont az nagyjából megint 70 ezer forint, tehát akkor már gyakorlatilag majdnem vettetek egy újat. Ha kikülditek a gyártónak, hogy kvázi garanciális probléma, hogy valami nem működik, akkor ő ugye a kisajtón megtalálja a lopott sorozatszámot, a flight controlleren ugyan nem lopott sorozatszám lesz, de a kamerán szintén. Tehát a fő alkatrészeknek a nagy része az lopott, úgyhogy ő valószínűleg azt fogja mondani, hogy hát köszönöm szépen, hogy ezt. Visszajuttattátok hozzám, ez sajnos lopott, úgyhogy mondjátok meg az ügyfélnek, hogy ettől búcsút intett. Úgyhogy ezt sem javaslom. Szóval, amit tudok tanácsolni, hogy nagyon olcsó dolgoknak általában mindig van baja. Tehát, ahogy szokták mondani, olcsó húsnak a híga leve, tehát ezt felejtsétek el. Ha dront akartok venni, azt már többször említettem, vagy vegyetek újat például most már újra van Dronehangeri kuponkód a My Action cam Dronehangeri 2022 néven kaptok kedvezményt minden nem akciós termékből. Vannak például náluk bemutató darab, beszámított eszközök. Vagy például itt van ugye Magyarország legnagyobb Facebook csoportja, a DJI adok veszek, ahol valami 8000 fő hirdeti már a drónjait, ott biztos, hogy fogtok találni megfelelőt. Viszont ott is azt javaslom, hogy személyesen. Szálljatok rá egy fél napot, üljetek kocsiba, vonatba, tök mindegy, bárhol, találkozzatok valahol, saját telefonnal, próbáljátok ki, lebegjetek ki egy aksit, nézzétek meg, stabilizál a kamera, jó repül, minden rendben van, mert ha postán kéritek, akkor érhet meglepetés. Hogy ő azt mondja, hogy jól adta föl, mire hozzáért már nem jó. Úgyhogy kiméljetek magatokat minél kevesebb negatív dologtól, minél kevesebb kockázat. Én mindig azt mondom, hogy boltból vásároljatok, vagy személyesen vegyetek használt eszközt, azzal sincsen semmi baja. Kerüljétek a futárt és a nagyon olcsó dolgokat, pláne az ilyen lopott eszközöket, mert nem fogtok tudni vele semmit se csinálni. Úgyhogy remélem tudtam segíteni, osszátok meg minél több mindenkinek, hogy minél minden kevesebb ember vegyen ezekből az eszközökből, mert tényleg, ahogy említettem, semmire se jó. Ne felejtsetek el feliratkozni, és pár nap múlva jön a következő videó. Sziasztok!